2024-ben ismét megmozdult a Balaton. 35 balatonparti település 41 strandján ingyenes, szervezett sportlehetőségekkel várták az érdeklődőket a nyár folyamán a Mozdulj Balaton szabadidősport rendezvénysorozat szervezői. A programot a Balatonfejlesztési Tanács 2004-ben a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium támogatásával 9 balatonparti település részvételével indította útjára. 2024-ben a Balatonfejlesztési Tanács és a Balaton Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Új szakmai vezetővel és megújult lendülettel folytatja a népszerű programsorozatot. Nehezen indult, és messziről, mint a megnyitóban is említettem, a Ács Lajos halála után egy csipke rúzsika álomba merült, amit a Fejlesztési Tanács júniusban felélesztett egy értekezlet során, és felelőtlenül elvállaltam a szakmai vezetői szerepet. Én testnevelő, gyógytestnevelő egészségfejlesztő diplomával rendelkezem, és nem hagyhattam, hogy ez a program az enyészeté legyen. Szerettem volna távlatot, jövőt adni neki, vannak ötleteim. Nagyon-nagyon magas az éves vagy nyári elérésünk, mert a településeknek milliós értékben kiadott kezdőszerek, az itt nyaralók, akár közvetlenül a Balatonparton, akár a régióban több milliós eléréssel vannak közvetve, és csak a szombatokat tekintve visszamenőleg statisztikailag 30-40 ezeres elérésünk van azokban az órákban, amikor foglalkoztatjuk őket a szervezőink által. A zárórendezvény is szépen szokott zajlani, viszonylag magas részvételi arányjal, úgyhogy nem lehet panasz rá, én ebben nagyon sok lehetőséget látok, és a polgármesterek, strandgondnokok, strandreferensek, helyi strandolók, sportolók, akikkel eddig beszéltem most a nyár folyamán, a munkám során, ők mind nyitottak, mind tele ötletekkel. Én szeretném ezt továbbvinni, fejleszteni, frissíteni. Ma a Fejlesztési Tanácsnak minden település tagja, nem csak a parttal rendelkezők, hanem kicsit távolabb is. Tehát a Balaton, mint régió, az kiszélesedett, és úgy gondolom, hogy magának a Mozdulj Balaton programsorozatnak, akik velünk szerződtek települések, illetve eddig strandok, azok lefedik a 95%-át. Tehát nagyon pár település és strand van, ami nem vesz részt a mi programsorozatunkban, hogy elérte a Barcs János által kitalált ötlet a célját. Ugye az alapvető cél az volt, hogy az akkori kormányzás a Sportoló Nemzetprogramot kitűzte célul. Ez nyilván a sport ágak fejlesztésére, a szakpolitika fejlesztésére szolgált, a népszerűsítésre, illetve arra, hogy az egészséges életmód, a rekreációs, a szabadidő eltöltése hasznosan az megvalósuljon. És ebbe János, én úgy gondolom, nagyon jól belelátott, és egy jó pillanatban, amikor alacsony volt a Balaton vízszintje, egy jó ötlettel rukkolt elő. Ez nagyon sok embert bevonzott akkor, én úgy gondolom, és azóta ugye kinőttük magunkat. Tehát igen, fontos az, hogy családok, közösségek alakuljanak a régióban, ne csak a balatoniak, hanem a balatoniak és a távolabbról érkezők is, akár az ország másik feléből, akár külföldről, szeressenek ide járni, igen. Én alapvetően 12 éves koromban megismerkedtem Földváron a strandröplabdával, azóta egyfolytában strandröplabdázom nyáron, ott elég komolyan ki is építettük a strandröplabdapályát, és megújulva, de mindig van egy bázis közösség, akik lejárnak és strandolnak és sportolnak ebben. Ott sikerült azért a kosárlabdát is fejleszteni, lábteniszt, tehát hogy azért vannak sportágak, amiket szeretek. Emellett pedig judó szakedző vagyok, úgyhogy a judó. Az idei kánikula kedvezett a strandokhoz látogatóknak, a vízparthoz és a Balatonba telepített sporteszközök pedig lehetőséget biztosítottak a mozogni vágyók számára. A balatonparti települések strandjain a sportprogramok kínálatát folyamatosan bővítik. Keszthelyen is népszerű a programsorozat.
Balatonszárszón minden korosztály számára kínálnak sportolási lehetőséget. Itt Balatonszárszón a központi strandon nagyon szeretik a itt nyaralók ezeket a programsorozatokat. Főleg ugye vannak a vízi lehetőségek, azt egész nap használják, főleg ilyen jó időben, és akkor a strandröpi, strandfocipályákon pedig szoktunk strandröplabda, illetve strandfoci bajnokságot szervezni. Minek után, hát a déli parton vagyunk, nagyon sok a kisgyerekes család, akik jönnek, úgyhogy azt mondhatom, hogy tényleg a kicsiktől, a 2-3-4 évesektől egészen a felnőtt korig mindenki részt szokott venni ezeken a programokon. Igen, Szárszó, mert én pár éve vettem át, de Szárszó, én úgy tudom, hogy a kezdetek óta csatlakozott ez a programsorozathoz, és én nagyon jónak tartom. Tehát tényleg itt a hétről hétre, ugye szombatonként szervezzük, és várják már. Hogyha háromkor nem tudom elkezdeni, mert meleg van, akkor már jönnek, hogy akkor mikor kezdődik, úgyhogy nagyon, nagyon sikeres a program. A strandok és sportszervezők nem csak a települések lakóinak, de a szabadságukat a magyar tengerpartján töltő fiataloknak és idősebbeknek, valamint a szépkorúaknak is kínálnak sportolási lehetőségeket. Hát én igazából Kanadában, külföldön élek, és most idejöttem nyárra egy pár hétre itt nyaralni, amúgy minden nyáron jövünk. Meg hát itt a mozibáltan szoktunk sportolni, röpizni, strandfocizni, úgyhogy ezt nagyon szeretem, kiélvezem, amennyi időm van. Úgy szokott lenni ez, hogy hát mindig valakit játszik, aztán meg megkérdezzük, hogy beállhatunk-e, vagy ha nincs senki, akkor csak mi ütögetünk, és akkor valaki ide beáll hozzánk, meg mozi Balatonon mindig szoktunk szerepelni, és akkor úgy szoktuk. A Balaton is most idén nagyon meleg, úgyhogy ez tetszik. Mozdulj Balatonra szoktam idejönni, focizni szoktunk igazából, szoktam még itt csúszdázni itt a csúszdánál, ezt is nagyon szeretem. Hát ő szokta kihasználni a Balaton, beszoktam menni igazából a vízbe, finomak az ételek igazából, sokat szoktam itt biciklizni, horgászni, úgyhogy kihasználom. Én általában a testvéreimmel szoktam a fociban indulni a Mozdulj Balatonon, és nagyon élvezzük mindig, mert így összehoz minket, és tök jó, mert így élvezhető, rövid, de közben mindig tudjuk élvezni a játékot. Gyerekkorom óta mindig itt vagyok a strandon, itt nőttem föl, és nagyon, nagyon élvezem mindig a pályákat, és mindig kihasználom őket. Ábrahám hegy a kezdetek óta részese a programsorozatnak. A strand 1,1 hektáros területe 1060 fő befogadására képes. Németh István több mint 10 éves sportszervező és lelkes csapatával nagyon jó hangulatú programokat szervez hétről hétre. Egy évre előre csinálunk rendezvénytervet, és onnantól kezdve a szezonban 8-7-9 hétvégén van Mozdulj Balaton, külön csapat az, aki ezt szervezi. Vannak pályáink, ugye 2 darab streetballos kosárlabda pálya, van egy homokos focipályánk, van egy tollas labda, egy tagball, van 2 darab láptenisz, 2 darab röplabdapálya és 3 pingpongasztalunk van. A vízbe egy kicsit több eszközünk is lehet, nagyon remélem, hogy hamarosan majd kapunk hozzá. Az amatőrök mellett profi sportolók is örülnek a lehetőségnek, hogy jól felszerelt sportpályák színesítik a balatoni strandokat. Na hát, honnan érkeztél? Mesélj nekem erről, és mi a jó ebbe a strandban? Miért szeretsz ide járni? Én Budapestről érkeztem, és azért szeretek ide járni strandolni, mivel hogy itt nagyon-nagyon folyik a röplabda élet. Sportolunk, több sportra is lehet jelentkezni hétvégente, mert van Mozdulj Balaton. Ilyenkor lehet tengóra, strandröplabda, foci, tollas, és ezek a sportok mind nagyon jók. Hát ugye én strandröplabdázom, meg ugye én ez a sportom, tehát ezt versenyszinten üzem. És itt Ábrahámhegyen tanulok szerintem a legtöbbet nyáron, mivel hogy évközben csak edzésekre járok, de itt folyamatosan röplabdázok. Én lábteniszezem, pingpongozom, kosarazom, meg homokfocizni szoktam, meg pingpongozni. És azt szeretem ebbe a strandon, hogy nagyon sok sportot lehet itt kipróbálni. Budapestről jöttem, és hát szinte egész nyáron itt vagyok. Szombathelyről érkeztem, ez a strand nagyon jó, több száz, akár mondhatom, több száz ember is lábteniszezik már évek óta itt Ábrahámhegyen, úgyhogy ez nem újdonság, hogy ez minden hétvégén ez itt van, ez a Mozdulj Balaton rendezvény. A fotball, a lábtenisz, ugye, ahogy említettem,
a streetball és a röplabda pálya is nagyon megfelelő a strand számára. A település vezetése nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmód megőrzésére és a sportolási lehetőségekre is. Nagyon sportos településről van szó, többször elnyerte már a sportos település címet, illetve kaptunk a Magyar Olimpiai Bizottságtól egy sportos település címet is, amit hát azt hiszem, hogy csak valami páran kaptak még. Az Ábrahám-hegyi strandröplabda torna is már 10 éves múltra tekint vissza. A csapat létszám, ha jól tudom, 18 férfi csapat és 14 női, tehát akkor 32 csapatunk van. Ugye ma megy a férfi és női kategória, holnap még ugye a vegyes kategóriára várjuk a nevezőket. Hát Ábrahám-hegyi strandról mit lehet elmondani? A sportkultúrát nem lehet pénzért megvenni, azt csak ugye kinevelni lehet. Én is itt nőttem fel, mostani ellenfelektől tanultam a strandröpit, én amúgy kosárlabdázó vagyok, adjuk tovább a tudást ugye a fiataloknak, például a Csukli Csongornak, és ez így szépen épül fel évről évre. Amúgy ezt a versenyt 10 éve csináljuk. Nem volt nagy ilyen szuper motiváció a versenyrendezésben, csak annyit szerettünk volna, hogy legyen egy hétvége, ahol párosozhatunk legálisan, mert itt annyian sportolnak Ábrahám-hegyen, hogy két pályára mindig voltunk 50-en, és amikor párosoztunk, akkor nem mindenkinek tetszett, inkább játszunk 4-en vagy 3-an, és akkor szóltunk a polgármester úrnak, a Vella Zsoltnak, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy hivatalos ilyen páros kupát, és azt mondta, hogy hajrá gyermekeim, és akkor ez 10 éve volt, és már 10 éve vagyunk, és hát egész szépen kinőtte magát a kis kupánk. A pályáink jók, alkalmasak, de nem mondanám világszínvonalnak, tehát a hálóink egy kicsit alacsonyabbak, de mivel jó a sportkultúra, a családias hangulat van, jó a strandunk, jól meg van szervezve, nincsen túl szervezve, nincsenek óriás beszédek, gyorsan megtörténik egy eligazítás, és hajrá, egész nap megyünk, 9-kor kezdünk, este 8-ig itt vagyunk, sportkultúra, ez a megoldás. A programsorozat a hagyományos Vonyarcvashegyi sporttalálkozóval zárult. Évről évre az ötcsillagos minősítést megkapjuk a Balaton legjobb strandja, a közgyűlési díjakat. Ezt a szintet szeretnénk folyamatosan fenntartani és fejleszteni. Ehhez nagyon jó kapcsolódik a Mozdulj Balaton program, hiszen mi nekünk ugye a szlogenünk, hogy egy év négy szezon, tehát nem csak nyáron van nekünk ugye strandi elképzeléseink, hanem egész évben nyitva tartjuk ugye a településen a strandunkon, hiszen ez nekünk a kirakatunk. Tehát bármikor be lehet jönni a strandunkra, ez egy közösségi tér, itt generációk találkoznak, egy rekreációs központként van a strandunk egész évben. A Mozdulj Balaton program keretében, hiszen ez is a fő célja ennek a programnak, hogy a sport létesítményeink, ami a strandjainkon vannak egész balatoni településeknél, ez a nyár búcsúztató program. De az a célja, hogy ezeket a sport létesítményeket folyamatosan fejlesszük, esetleg új területeket nyissunk meg a sportolni vágyoknak, akár a helyi lakosoknak, vagy az ide látogató kedves vendégeknek. Új eszközöket tudjunk bemutatni, illetve akik itt megérkeznek, akár most is a program keretében, vagy egész évben, számukra olyan példát mutassunk, hogy ne csak véleményt alkossanak, hanem példával is éljenek, hogy a sportnak a szeretetére, a közösség összetartó erejére, a közösségi erőre hívjuk fel a figyelmet, és ez nagyszerűen csatlakozik a mi Vonyarcvas egy nagyközség szemléletünkhöz. A nyarat átfogó szabadidős programsorozat szombati zárásaként a résztvevő strandok együttesei mérték össze egymással erejüket három sportágban, streetballban, kispályás labdarúgásban és strandröplabdában. Balatonfenyvesről indultunk, futball sportágban indultunk, jól telik a nyár, munkával, illetve sporttal telik. Szoktatok jönni erre rendezvényre, vagy először vagytok itt? Én személy szerint most vagyok először, de a fiúk vannak itt, jöttek többször is. A szervezés szerintem jók a csapatok, jó szórakozás az egész. Mennyire vagytok összeszokott csapat, mennyire vagytok egységes? Nagyon, évközben minden pénteken együtt focizunk így a srácokkal. Hogy tetszik ez a helyszín, hogy tetszik a szervezés, és milyen a ti strandotok? A Balatonfenyvesi? Hát az jó kis strand, de igazából ahogy nézem, ez is szép, a szervezés a rendezvényre visszatérve pedig jó, úgyhogy mi jól érezzük magunkat. Na hát kérlek, akkor egy nagyon fontos, komoly kérdés, az esélyeitek milyenek, hogy látod, hogy sikerültek az eddigi mérkőzések? Megmondom őszintén, hogy az eddigi meccseinket nagy részben nyertük, volt, amit kikaptunk, meg volt döntetlen is, de bizakodva várjuk a továbbiakat. A helyszín nagyon jó, nagyon tetszik ez a strand, szép, nagy, sok sportágot lehet, mint ahogy az Ábrahám-hegyi strandon. Nagyon erősek szerintem a csapatok, tehát nagyon, nagyon komoly csapatok vannak.
ugye mindenki mezes csapatokban, ugye mi félmesztelenül nyomjuk. És tényleg elég erősek a csapatok, eddig egyet se tudtunk nyerni. A legjobb eredményünk az 0-1 volt, de hát veszteni is tudni kell. Nem vagyok igazából egy sportember, tehát nem szoktam rendszeresen járni. Edzőterembe szoktam járni egyébként, de rendszeresen nem szoktam járni. A tengont is szoktam ugye nagyon sokat a strandon, és az nagyon fontos, hogy több sportágot is lehet lesengelni a strandon. Ugye röpizni szoktam még, homok foci van még ott a Ábrahám egy strandon, és igazából ennyi. Szóval nekem nagyon fontos. Strandröplabdában is izgalmas mérkőzéseket láthattak az érdeklődők. Helyi vagyok, Onyarsz, Vasvegyi és röpizünk. Hát mivel én vízimentőként szoktam dolgozni, csak munka után egy fél órát, órát néha szoktam röpizni. De elég mozgalmas, úgyhogy annyira nincs rá idő. Most már 13 éve itt vagyok. Szerintem ez a legjobb település a Balaton körül, mert megjártam mindent ugye vízimentőként még első pár évnek. Ki a párod, kivel indulsz ma és milyen esélyekkel? Ágatával indulok, hogy milyen esélyekkel? Hát eddig mindet nyertük, de az nem számít még. Én majd kiderül. A strandröplabda tornán csak úgy, mint egy éve, az Ábrahám-hegyiek bizonyultak a legjobbnak. Ábrahám-hegyről érkeztünk és röplabdázunk. Minden hétvégén volt megrendezve Ábrahám-hegyen ilyen mozdulaton, ahol indultunk jó sok csapattal, és most volt is egy verseny, hogy ki jöjjön ide Ábrahám-hegyre, és azt mi nyertük meg, úgyhogy most miképp helyezték Ábrahám-hegyet itt a strandröplabdában. Hogy tetszik ez a rendezvény, hogy tetszik ez a helyszín? Jó, már többször voltunk itt, nagyon jó a rendezvény, sok sportágban méretettük meg egymást, van foci, kosár, röpi. A helyszín is nagyon jó, mindig ugye itt volt eddig, ahányszor voltam. Ez is brutális jó strand, jó tágas, jó nagy homokterülettel, úgyhogy élvezzük nagyon. Ki a párod, hogy indultatok és milyen esélyekkel? A Bettivel indultam, Ábrahám-hegyről ő is. Tavaly megnyertük és szeretnénk most is megnyerni. A streetball csaták is sok izgalmat hoztak, és ezúttal is keszthelyi sikerrel értek véget. Az idei évben szokás szerint elég jó csapatokat hoztunk, igazából jó küzdelmes meccsek voltak, jó meccseket játszottunk, jó ürömű, jó hangulatú, sportszerű mérkőzéseket játszottunk, tulajdonképpen ezért is járunk le ide évek óta. Úgy látom, hogy ez egy nagyon jó programsorozat egyrészt, másrészt tényleg az ember kikapcsolódik, nyaral, napfény, Balaton. Jó, a keszthelyi strandot csak dicsérni tudom, mert nagyon sokat fejlődött, ugye én keszthelyi lakos vagyok, Tőzsgyökeres keszthelyi lakos. Hosszú évek távlatában azt tudom mondani, hogy nagyon sokat fejlődött a strand, nagyon jó sportpályáink vannak, köszönöm szépen. Nagyon nívósak a pályáink, nagyon jók a strandröplabda pályáink. Ugye nálunk volt nemrég strandkézilabda is, szóval azt tudom mondani, hogy bátran ajánlom mindenkinek a keszthelyi strandot is, jöjjenek bátran, mert nem fognak benne csalódni, és nagyon sok kikapcsolási lehetőség van, pihenési lehetőség, rekreációs lehetőség. A Balaton edericsieknek be kellett érniük a második helyel. Balaton Ederisről jöttünk mindnyájan, minden évben elindulunk most már negyedjére. Ederis ugye nagyon-nagyon híres ezekben a balatoni sportokban, biztos sokan követik őket, foci, kézilabda, kosárlabda, úszás, vízilabda, lábtengó, futszál, mindenben vannak igazából. Ez a negyedik év, hogy indulunk, mint minden évben most is nagyon jól éreztük magunkat, nagyon tetszett minden. Második helyezést értünk el, hát igazából az első volt a cél, de hát hadd nyerje más is, nem minden évben mi nyerjük igazából. A sporttalálkozó az eredményhirdetéssel zárult, ahol az is kiderült, hogy 2024-ben Keszthely a legsportosabb balatoni település.
A műsort és a sportot támogatta a MAPEI. Együttműködő partnerünk Noaib Kft. Társ az építkezésben. Együttműködő partnerünk a Marcelli fürdő. Nálunk a rossz idő is jó idő.